Elképesztő körülmények között jutott ki a magyar válogatott az EB-re. Bomba meglepetés! Az argentinok és a brazilok is vereséget szenvedtek a VB selejtező sorozat legutóbbi fordulójában. Újabb csapás érte a Real Madridot, Camavinga után Vinicius Junior is megsérült. Újabb fordulat Kylian Mbappé szerződés hosszabbítási ügyében. Ismét betalált a portugál válogatottban Cristiano Ronaldo. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Súlyos sérülése miatt véget ért Jeremy Pino idénye, sőt a Villarreal spanyol válogatott játékosának minden bizonnyal a jövő nyári Európa-bajnokságot is ki kell hagynia. A 21 éves Pino a Villarreal egyik edzésén sérült meg, a vizsgálatok pedig igazolták a gyanút, hogy nagy a baj. A bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag. A játékos lábát mindenképpen meg kell operálni, felépülése pedig 6-8 hónapot vesz igénybe, így egészen biztos, hogy a Villarreal ebben a szezonban már nem számíthat egyik legjobbjára. Pedig nagy szüksége lenne a csapatnak Pinóra, hiszen a sárga tenger alatt járó egyáltalán nem remekel az idényben. A La Ligában csak a 14. helyen áll az együttes, amely néhány nappal ezelőtt már a negyedik vezetőedzőjét nevezte ki, alig 16 hónap leforgása alatt Marcelino személyében. Pino kiesése ugyanakkor nem csak a Villarreal, hanem a spanyol válogatott számára is komoly probléma. Luis de la Fuente szövetségi kapitány ugyanis nem csak a hátralévő EB-selejtezőkön és a tavaszi Nemzetek Ligája találkozókon nem számíthat a gyors és technikás játékosra, hanem minden bizonnyal a 2024-es Európa-bajnokságon sem. Elképzelhető ugyanis, hogy Pino térde júniusra meggyógyul, de miután a szezon háromnegyedét kihagyja, a szövetségi kapitány aligha kockáztatja meg a szereplését Németországban. A júniusi Nemzetek Ligája elődöntőben az olaszok ellen gólt szerzett játékosnak mostanában egyébként nincs szerencséje a válogatottal. A nemzeti csapat legutóbbi 5 fellépése közül csak egy találkozón tudott pályára lépni, ez a szám pedig a következő bőfél évben biztosan nem nő tovább. Olaszországi sajtóhírek szerint Nicolo Fagioli, Sandro Tonali és Nicolo Zaniolo után az AC Milánban futballozó Alessandro Florenzi személyében újabb olasz játékos ellen indult nyomozás illegális szerencsejáték vagy sportfogadási tevékenység gyakorlása miatt. Mint ismert, előbbi két játékos már meg is kapta ezért a büntetését, a Juventus erősítő Fagioli 7, a Newcastle kötelékébe tartozó Tonali pedig 10 hónapos eltiltást, illetve pénzbüntetést kapott, amiért foci meccsekre is fogadtak, míg Zaniolo ügyében még jelenleg is tart a nyomozás. Az Aston Villa játékosa a hírek szerint azt állítja, hogy ő foci meccsekre sohasem tett fel pénzt, és ezzel védekezik a 32 éves, 49-szeres válogatott Florenzi is, aki tegnap az ügyészi kihallgatásán állítólag azt mondta, hogy ő a tiltott oldalakon főképp rulettezett, vagy más sportágakra fogadott, de futballmeccsekre soha nem tett fel egyetlen eurót sem. Magyar idő szerint tegnap este, illetve ma hajnalban rendezték a dél-amerikai VB-selejtező 5. fordulóját, amely során hatalmas meglepetésre a címvédő argentinok és a brazilok is vereséget szenvedtek. Előbbi csapat hazai pályán Uruguaytól kapott ki, meglehetősen simán 2-0-ra. A vendégek góljait a barcelonai Ronald Araújo, illetve a liverpooli Darwin Núñez szerezték, véget vetve ezzel az argentinok 25 VB-selejtező meccsből álló veretlenségi sorozatának. Az argentinok egyébként a tavalyi VB-sikerük óta most először kaptak ki, most először nem tudtak gólt szerezni, és most először nem tudtak kapott gól nélkül lehozni egy meccset, arról már nem is beszélve, hogy a mostani volt az első olyan találkozó azóta, amelyen Lionel Messi kezdőként pályára lépve nem tudott betalálni a válogatottban. A meccsen, pontosabban a pályán egyébként végig nagyon feszült és paprikás volt a hangulat. Az első félidő derekán például egy kisebb dulakodás is kialakult a két együttes játékosai között, aminek Messi úgy próbált véget vetni, hogy nemes egyszerűséggel torkon ragadta az ellenfél középpályását, Manuel Ugartét, miután a szóváltásba keveredett csapattársával, Rodrigo de Paullal. Ami pedig a brazilokat illeti, ők idegenben Kolumbiától kaptak ki 2-1-re, mégpedig úgy, hogy Gabriel Martinelli révén ők lőtték a találkozó első gólját. A hazaiak azonban az utolsó negyed órában fordítani tudtak, köszönhetően a Liverpool támadójának, a duplázni tudó Luis Diaznak, akinek az emberrablók fogságából nemrég kiszabadult édesapja a helyszínen tekintette meg a találkozót, a büszke apuka pedig a fia két gólját látva elsírta magát. De a mérkőzés folyamán alig, hanem a Real Madrid szimpatizánsai is elhújlajtottak néhány könnycseppet, miután brazil támadójukat, Vinicius Juniort sérülés miatt már a 27. percben le kellett cserélni. Bár pontos diagnózis még nincs, de Vini minden bizonnyal combizom húzódást szenvedett,
ami ha bebizonyosodik, akkor minimum egy hónapos kihagyás vár a 23 éves játékosra, aki a találkozó után úgy fogalmazott, hogy szerinte az a sérülése újult ki, ami miatt idén szeptemberben közel 4 hetet kellett kihagynia. Vagyis a jelek szerint egy újabb játékost veszíthet el hetekre a válogatott szünet alatt a Real Madrid, hiszen a minap a francia válogatott egyik edzésén Eduardo Camavinga is megsérült. Friss hír a térdsérülés szenvedett franciával kapcsolatban, hogy a tegnapi orvosi vizsgálatok után a relévó szerint bizonyossá vált, hogy minimum 2 hónapos kihagyás vár rá, így legközelebb 2024 elején láthatjuk őt újra a pályán. Ez pedig azt jelenti, hogy a madridiaknak jelenleg Toni Kroos, Luka Modric és Federico Valverde személyében mindössze 3 hadrafogható középpályásuk van a keretükben, hiszen Camavinga mellett Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni és Dani Ceballos is sérüléssel bajlódik. De visszatérve a brazil válogatotthoz. Fernando Diniz csapata sorozatban a második VB-selejtezőjét bukta el, összességében pedig a brazilok már 3 meccs óta nyeretlenek, így 5 forduló után a 7 megszerzett pontjukkal csupán az 5. helyet foglalják el a csoportban, amit veresége ellenére továbbra is a 12 pontos Argentina vezet. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Tegnap este a magyar válogatott egy őrült meccsen hatalmas bírói ellenszélben játszva 2-2-es döntetlent ért el Bulgária otthonában az Európa-bajnoki selejtező sorozat 9. fordulójában, ezzel pedig a mieink matematikailag is bebiztosították a jövő évi németországi kontinensviadalon való részvételüket. Pedig álomszerűen kezdtük a zárt kapuk, vagyis nézők nélkül megrendezett meccset, hiszen a szoboszlai keményen meglőtt jobboldali szabadrúgása után fejjel eredményes Ádám Martin révén már a 10. percben előnybe kerültünk, ám bő negyed órával később a hazaiak az első valamire való támadásukból egyenlíteni tudtak. Nem sokkal később viszont emberelőnybe kerültünk, a bolgárok védője Valentin Antov ugyanis egy hátulról történt taposás következtében begyűjtötte a 2. sárgáját is, így ő idő előtt mehetett zuhanyozni. Majd nem sokkal később erre a sorsra jutott a gólhelyzetben kilépő Botka Endrét buktató Ilija Gruev is, ám miután a VAR jelzésére a játékvezető az oldalvonal mellett lévő monitoron újra nézte az esetet, érthetetlen módon arra a megállapításra jutott, hogy az esetnél a Fradi védője volt a szabálytalan, így visszavonta a hazai játékos piros lapját, Botkát pedig szimulálásért sárga lappal jutalmazta. Szerencsére ez a meglehetősen furcsa bírói ítélet nem zavarta meg a magyar csapatot, amely ha nem is játszott jól, de ezt követően is uralta a meccset. Azonban az 57. percben Kerkez Milost elvitte a hév, és miután a bal hátvéd rácsúszott az ellenfél egyik játékosának a lábára, a Spori némileg talán túl szigorúan neki is felmutatta a 2. sárgát, így oda lett az emberelőnyünk. Ráadásul az egész meccsen csak a védekezéssel törődő bolgárok a 78. percben kaptak egy ajándékbüntetőt is a bírótól, amit Kirill Despodov magabiztosan gólra váltott, előnyhöz juttatva ezzel csapatát, így röviddel a vége előtt úgy tűnt, hogy a vasárnapi Montenegro elleni hazai meccsen kell majd kivívnunk az EB-n való részvétel jogát. A magyar csapat azonban nem adta fel, és az utolsó percekben mindent egylapra feltéve támadott az egyenlítő gólért, de nagyon úgy nézett ki, hogy ezen az estén semmi sem akar sikerülni a mieinknek. Szoboszlai Dominik például a 93. percben ezt az ajtó-ablak helyzetet is képes volt kihagyni. A hosszabbítás utolsó percében, vagyis a 97. minutumban azonban jött a csavar, és az ezzel járó katarzis. Szoboszlai szabadrúgása után ugyanis az egyik bolgár játékos a saját kapujába csúsztatta a labdát, így 2-2 lett a vége. Ezzel az egy ponttal pedig a magyar válogatott matematikailag is bebiztosította a csoportból való továbbjutását, vagyis kijutotta a jövő évi Európa-bajnokságra. A sorozatban a 3. EB-re kijutó magyar válogatott tagjai természetesen hatalmas ünneplésbe kezdtek a meccs után, bár közülük kezdetben Kerkez Milos és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is a könnyeivel küzdött. Előbbi vélhetően a kiállítása, utóbbi pedig a hosszabbításban kihagyott zicsere miatt, de később ők is csatlakoztak a fiesztához. A magyar válogatott egyébként 38 év után először tudott újra egyenes ágon, vagyis pótselejtező nélkül tovább jutni egy EB vagy VB selejtező sorozatból. 2024-ben pedig 5. alkalommal fog részt venni egy Európa-bajnokságon. A találkozó kapcsán mindenképpen említést érdemel még, hogy miközben folyt a meccs, az utcán a helyi labdarúgó szövetség elnöke Borislav Mihajlov ellen tüntető bolgár drukkerek összecsaptak a rendőrökkel, akik gumibotokkal ütlegelték őket és vízágyút is bevetettek a tömeg feloszlatására.
Tegnap este északi szomszédunknak, Szlovákiának is sikerült kiharcolnia az EB-n való részvételjogát, miután Lobotkájék hazai pályán 4-2-re legyőzték Izlandot, ezzel pedig egy fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy a portugálok mögött ők zárnak a J csoport második helyén. Apropó portugálok, a lusitán válogatott tegnap Liechtensteinbe látogatott, ahol magabiztos 2-0-ás győzelmet aratott. A portugálok első gólját pedig az a Cristiano Ronaldo szerezte egy gyönyörű ballábas lövésből, akinek ez volt a 128. találata a nemzeti csapatban, és ebből 10-et 2023-ban szerzett. Nem mellesleg ez már a 6. alkalom, hogy CR7 10 vagy annál több gólt tud lőni a válogatottban egy naptári éven belül. Két gólos győzelmet aratott az A csoportban lévő spanyol válogatott is, amely 3-1-re verte idegenben Ciprust, többek között az FC Barcelona szupertehetsége, a mindössze 16 éves Lamine Yamal góljának is köszönhetően, aki így az első három válogatott fellépése után már 2 találatnál jár a láruhában. Még mindig nem talált megnyugtató megoldást Sergio Busquets pótlására az FC Barcelona. A rutinos védekező középpályás tavaly nyáron 15 év után intett búcsút a katalánoknak, és sejteni lehetett, hogy nem lesz egyszerű betölteni az általa hagyott űrt, de most már egyértelmű, hogy ez első próbálkozásra nem is sikerült. A gránátvörös kékek a szezon előtt visszaigazolták a saját nevelésű Oriol Romeut, de a rutinos játékos nem tud olyan egyenletesen magas szinten teljesíteni a Barcelonában, mint Busquets. A jelek szerint a klubvezetők nem bíznak abban, hogy a 32 éves Romeu eléri a kívánt színvonalat, ezért legkésőbb jövő nyáron szeretnének egy fiatalabb, komoly potenciállal rendelkező futballistát igazolni a 6-os posztra. Az El Mundo Deportivo szerint 3 kiszemeltje is van a jelenleg a spanyol bajnokság 3. helyén álló csapatnak. Közülük a legismertebb kétségkívül Bruno Guimaraes. A Newcastle brazil középpályása biztosan erősítést jelentene a katalánoknak, de megszerzése nem tűnik egyszerű műveletnek. A 26 éves játékost 2022. januárjában 40 millió fontért vették az angolok, akik ennél olcsóbban biztosan nem válnának meg egyik kulcsemberüktől, aki az idén során csak eltiltás miatt mulasztott mérkőzést. Pláne, hogy a brazil irányító nemrég hosszabbította meg 2028 nyaráig a szerződését a Szarkákkal, amelyben állítólag rögzítésre került egy 137 millió euró körüli kivásárlási záradék is. Minden esetre a Barca állítólag Rafinhát is kész lenne odaadni a Newcastle-nek Guimaraesért cserébe, de nem túl valószínű, hogy az angolok belemennének egy ilyen kivitelezésbe. Valamivel egyszerűbb lehet a katalánok számára Martin Zubimendi leigazolása, bár az sem valószínű, hogy a Real Sociedad olcsón hajlandó lenne elengedni a 24 esztendős spanyol válogatott játékost, aki kirobbanthatatlannak tűnik a bajnokságban, és a bajnokok ligájában is meglehetősen jól szereplő gárdából. Az El Mundo által említett harmadik név pedig a brazil Edersoné. A Zubimendihez hasonlóan 24 éves dél-amerikai légiós jelenleg az Atalantában szerepel, Spanyolországban még kevesen ismerik, de a Bergamóban nyújtott teljesítményével a jelek szerint felhívta magára a katalán vezetők figyelmét. A spanyol újságírók 30 és 40 millió euró közé teszik Ederson értékét, de a Barcelona jelenlegi gazdasági helyzetében ez az összeg is csillagászatinak tűnik. Az olaszok pedig áron alul nemigen tervezik elkútyavetyélni alapemberüket, aki ebben a szezonban a csapat mind a 16 tétmérkőzésén pályára lépett, és az eddig szerzett 5 góljával Gianluca Scamaccával karöltve a legeredményesebb futballistának számít Gianpiero Gasperini együttesében. Újabb epizódjához érkezett a Kylian Mbappé főszereplésével évek óta zajló átigazolási szappanopera. A spanyol az szerint ugyanis a Paris Saint-Germain nem ajánl új szerződést a csatárnak, aki azonban mégis maradhat a francia fővárosban. Hogy ez hogyan lehetséges? Nos úgy, hogy a támadó jelenlegi kontraktusában szerepel egy olyan kitétel, amely szerint a felek egy évvel meghosszabbíthatják a megállapodást, amely így csak 2025-ben járna le. Az az pedig úgy tudja, hogy amennyiben Mbappé aktiválja ezt az opciót, a párizsiak készek másfél év múlva, vagyis 2025 nyarán ingyen elengedni legnagyobb értéküket. Az AS szerint a megegyezés nem elsősorban az anyagiakon múlik, hanem komoly szakmai szempontok is állhatnak a háttérben. Mbappé állítólag közölt el Luis Enrique vezetőedzővel, hogy csak akkor marad, ha pontosan abban a pozícióban futballozhat a PSG-ben, ahol annak idején Neymar. A spanyol mester ezt garantálná neki, szemben az őt évek óta üldöző madridiakkal, akiknél Vinicius Junior szerepel a támadósor bal oldalán. Minden esetre a Real egyelőre vár és figyeli az eseményeket, de nem is nagyon tehet más, hiszen a FIFA szabályai értelmében 2024. január 1-ig nem veheti fel a kapcsolatot a jövő nyáron lejáró szerződésű labdarúgóval. A madridiak természetesen nem szeretnék, ha Mbappé hosszabbítana, hiszen a jelenlegi állapotok szerint a következő szezon elején ingyen szerezhetnék meg a francia szupersztárt.
Az ASZ arra is felhívja a figyelmet, hogy könnyen lehet, hogy a megegyezésre, akár a Reállal, akár a PSG-vel még várni kell. A világbajnok csatár ugyanis eddigi pályafutása során már többször is az utolsó pillanatokra hagyta a döntést. Már 14 évesen is eljátszotta ezt, amikor csak a határidő előtti napokban kötelezte el magát az AS Monacóhoz, és ugyanez történt 2017-ben is, amikor hosszas húzavona után hagyta el a nagyhercegség csapatát a Paris Saint-Germain kedvéért. Tavaly tavasszal pedig úgy hosszabbította meg a 2022 nyaráig szóló szerződését a párizsiakkal, hogy előtte szóban már eligérkezett a Real Madridhoz. Ugyanakkor az ASZ-szal ellentétben az RMC Sport megbízhatónak számító újságírója, Fabrice Hawkins tegnap arról számolt be, hogy a PSG továbbra sem tett le arról, hogy rávegye Mbappét a szerződés hosszabbításra, aki a szezon előtt állítólag annak köszönhetően kerülhetett vissza az első csapat keretébe, hogy lemondott a neki járó 80 millió euró körüli hűségbónuszról. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.